tartsanak régi módinak, de szerintem minden otthon lelke a konyha, és minden konyha lelke a jó étel. Ez a sorozat olyan fogásokról szól, amelyeket a barátaimnak és a családomnak szoktam főzni. Micsoda gyönyörűség! Olyan ételekről, amelyek nem csak a testünket és a lelkünket táplálják, hanem boldoggá is tesznek. Ez nagyon finom. Alig ha akad olyan étel, amely több örömöt okoz, mint a saját készítésű kenyér. Most megmutatom, hogy milyen könnyű kenyeret sütni, hogy ez a munka az önök életének is szerves része legyen. Adok néhány tippet a maradékok felhasználására is. Mert úgy vélem, akármilyen elfoglaltak is vagyunk, kell időt szakítani arra, hogy igazi, egyszerű házi kosztot főzzünk. Minden nap. River Cottage minden napra. Kenyér. Sokan eszünk minden nap kenyeret, néha nem is egyszer. A kenyérfélék többségéről mégsem állítanám, hogy izgalmas. Lehet ez másképp is. Ezért szeretném, ha mindenki megtapasztalná, milyen élmény egy nagyszerű, friss cipó az asztalon. Mert a kenyér annyi minden más lehet, nem csak a szendvics töltelék borítója. De jó ég. A csomagolt, szeletelt bolti kenyerek alternatívája mindenki előtt ott áll, ha elhatározza és megpróbálja. Mert a kenyérsütés nem nehéz és időt rabló házi munka, hanem élvezetes tevékenység. Ez gyönyörű. Aki már felvághatta első, saját sütésű vekniét, nem hiszem, hogy utána kevesebben is beérné. A napi kenyér megsütése számomra inkább élvezetes tennivaló, olyan, mint a lazítás nyáron a tengerparton. Weymouthban vagyok, és meglátogatom régi cimborámat. Aidan Chapman még nálam is nagyobb szenvedéllyel űzi a kenyérsütést. Végségében ízes kenyerek, tészták és torták is kaphatók, melyeket hagyományos technikával, régi receptek alapján készít. Üzletének egyik slágere a szódás kenyér egyik ízesített változata. Ennek az ír klasszikusnak a szódabikarbóna a névadója, azt használják ugyanis a tészta lazítására élesztő helyett. Londonban egy írpék mellett dolgoztam, aki gyakran ment haza Dublinba. Amikor visszajött, hozott magával szódás kenyeret és Guinness sört. Almát meg sajtot evett hozzá, és ezzel el volt egész nap. Azt gondoltam, hogy mindez cipóvá gyúrom, és megsütöm. Ez egy egész fogás? Így van. Alig várom már, hogy megkóstoljam a barna sörös almás sajtos kenyeredet, de én egy sima változatot készítek joghurttal vagy íróval. Mehet? Fogjunk hozzá. Úgy gondolom, 3 perc alatt össze tudom állítani. Ez 1/2 kiló liszt. Valha berő? Megpróbálok repülős tartot venni, és nem szitálom át a lisztet, hanem gyorsan összekeverem. Ezzel szétnyomok néhány csomót. Sóból 1/2 teáskanálnyi kell bele, szódabikarbónából meg 1/2. Az írót nagyon kedvelik a pékek. Ha be tudják szerezni, pompás. Ha nem, a sima joghurt is megteszi. Tehát író. Ez 400 ml-nyi. Most pedig összekeverem. A jó szódás kenyeret a lehető legrövidebb ideig gyúrjuk, viszont kézzel. Jó, miért használsz habverőt? Jól van, legyen. Ahogy Aidan mondja, a lehető legkevesebb mozdulattal kell összeállítani a cipót. A tészta ragacsos lesz. A kanalat is belegyúrtam a tésztába. Nem tudom, miért van ez így, de amikor Aidannel dolgozom, pánikba esek. Most már kezd hasonlítani egy cipóra. A fenébe. El se hiszem, te közben 6-ot csináltál. Én meg csak vaszatolok itt. Azt mondtad, sok ilyet sütöttél már. Igaz, de még nem voltam ilyen nyomás alatt.
Reszelt csedörsajt és almadarabok kerülnek édenkenyerébe. Író helyett barna sört használ folyadékként. Az én változatom hagyományos keresztet kap a tetejére. Kész? Minden cipó mehet a sütőbe. Az a jó ebben a tésztában, hogy mindent elbír. Sütés előtt egy hevenyészve összerakott kupacnak néz ki, de odabenn teljesen átalakul. Ó, jól mutat! A tiéd hihetetlen. Az enyémmel nem vagyok igazán elégedett. Ha a piacon látnám, megvenném. Tulajdonképpen csak összedobtuk az egészet, és egy igazi kenyér jött ki a sütőből. Valóban, amikor tanonc voltam, szégyeltem bevallani, hogy pék leszek. Most, amikor azt mondom, pék vagyok, az embereknek felcsillan a szemük. Büszke vagyok arra, hogy ezt a kenyeret én találtam ki. Büszke is lehetsz. Gyönyörű. Gyors étel, e szám nélkül. Tényleg gyors, azonnal meg kell kóstolnom. Ha csak 50 dolgot próbálhatsz ki, mielőtt meghalsz. Ez közte van. Fogjunk hozzá. Te jó ég. Ennek csodás az illata. Az alma is megpuhult. Hihetetlen az egész, és milyen könnyű volt összeállítani. Tépek egy darabot. Önök is megalkothatják a kedvenc változatukat aszalgyümölcsökkel, csonthéjasokkal, olajos magvakkal. Wow. Ez eszméletlen. Egész jó, mi? Wow. Édennek és nekem mindennapi csemegénké vált a szódás kenyér. Okay, you ready? Yeah. Egészségünkre. Vajon hogy állnak ezzel Vémusz polgárai? Lefogadnám, hogy legtöbbjük a boldog tudatlanság állapotában él. Ezért terjesztem ezt a változatot. Mit gondol, mennyi ideig kell gyúrni ezt a kenyeret, mielőtt a sütőbe kerül? Nem tudom, fél óra, 40 perc. 3-4 perc. Komolyan? Ez szódás kenyér, nincs benne élesztő, gyorsan megy. Ez finom. Megkínálhatom? Ó, igen, köszönöm. Sütött már valaha kenyeret? Nem. Azt gondolja, hogy bonyolult? Volt kenyérsütőgépem, de kidobtam, mert túl sokáig tartott a sütés. Így sokkal könnyebb megcsinálni, mint kenyérsütővel. Ízle? Nagyon jó. Köszönjük. Megkóstolná ezt a szódás kenyeret? Egy órája sütöttük. Alma, Guinness és sajt is van benne. Utoljára Amerikában ettem szódás kenyeret, és nem ízlett. Ez viszont jó. Nagyon köszönöm. Nem, nem kérsz. Nem éhes. Bocs. Coming up, I want everyone to realize there's nothing to fear in bread making. Just whack it in, nothing bad can happen. Even for complete beginners. And so I'll be showing some baking novices. Ah, you've pitched in with two hands. Well, that's no worry. How to make their own daily bread. This girl's amazing. From a simple white loaf to an artisan sourdough. It's fantastic. That is amazing. This has set a new level of perfection for me to aim at. Thank you for that. No problem. Stunning. A legtöbben minden nap eszünk kenyeret, sőt, naponta többször is. Alig tudok elképzelni olyan étkezést, amelyet ne dobna föl egy szelet, vagy akár kettő. Így, ha van valami, amit meg kell tanulnunk elkészíteni, az a kenyér. Mégis sok millióan gondolják úgy a világon, hogy a kenyérsütés a pékek kiváltsága. Ez egyáltalán nem igaz. Ez a munka hozzám sem állt túl közel egészen addig, amíg rá nem jöttem, hogy egyáltalán nem nehéz. Az e feletti örömömet aztán mással is meg akartam osztani. Tavaly egy dolgozó anyukát, Sarah Bilsent vettem rá, hogy próbálkozzon meg vele. Soha életében nem sütött még kenyeret, de River Cottage pékjének Dennek az irányításával hamar beletanult. És... What a beauty. Milyen szép. Önellátó lett. Fantasztikus. A kovászos kenyértől kezdve... Gyönyörű. A pizzáig, kenyérrudakig... Látod, Daisy? És pogácsáig mindent meg tud sütni. Wow.
Büszke vagyok rá. Sara tudománya elég volt ahhoz is, hogy jól tartsa az igényes vendégsereget River Cottage nyári partiján. Itt az ideje, hogy új kötényt kapj. Tiszta szakértő lettél. Köszönöm. Sara továbbra is rendszeresen süt kenyeret a családjának. A csomagolt, szeletelt vacakokat már el is felejtették. Most a barátnőit is szeretné bevonni, és megkért, segítsek neki megalakítani a kenyérsütő társaságot. Hey, szia, Sara! Hi. Jó az időzítés, hogy vagy? Örülök, hogy látlak. Lovely to see you. And you. Barátnője Lucy ma átengedte a konyháját. Te vagy Lucy? Hi. Igen, szia, gyere be! Felkészültél? Persze. Azt remélem, hogy át tudjuk adni nektek azt a szenvedélyt, amellyel mi kenyeret sütünk. Ha ez sikerül, megalakíthatjátok a kenyérsütő társaságot, vagy ahogy Sara a telefonban mondta, a kenyérsütő boszorkák társaságát. Udvariasabban fogalmazva, a hölgyek délután csevegnek. Akkor kezdhetjük. Remek. Egy kilogramm liszthez, amennyit most kimérek, a kenyérsütés nem bonyolult, és semmilyen előképzettséget nem igényel. Azt szeretném megmutatni Sara barátnőinek, hogy mennyire egyszerűen elkészül két cipó fehér kenyér. Egy kilogramm liszthez 10 gramm szárított élesztő kell. A liszten és az élesztőn kívül még egy száraz hozzávalóra lesz szükségünk. Ehhez a mennyiséghez 15 gramm sóra. Azt szeretném, ha ti is kimérnétek és meg is jegyeznétek az arányokat. Ekkora mennyiségből két cipót gyúrhattok. Válassz egy tálat, és lehetőleg beleszórd a lisztet nem mellé. A gyári szeletelt fehér kenyerekkel ellentétben ezekben a cipókban nem lesznek E-anyagok, ízfokozók és térfogatnövelők. Csak négy természetes alapanyag. Emma, te magvasat akarsz, igaz? Igen, az egészségesebb. A recept ugyanaz, de az íze még jobb lesz. Már csak a negyedik hozzávaló hiányzik, a víz. 6 deci meleg víz, nem forró, meleg. Csak keverjük el. Így van, öntsétek föl és keverjétek össze. Jó lesz, de tűrt föl a pólód ujját. A következő feladat összedolgozni a tésztát. A tál oldaláról is szedd le azt, ami odaragadt. Én csak az egyik kezemmel nyúlok a tésztához, így a másik tiszta marad. Későn szólsz. Két kézzel csinálod, nem baj. Ahogy kialakítottuk a kis labdát, kitesszük a deszkára és elkezdjük gyúrni. A gyúrás és csevegés szakaszában vagyunk. Inkább csipkelődés. Az se rossz. Fogom a tésztacipót és kinyújtom. Az egyik kezem lefogja hátul, majd azt, amit kinyújtottam, visszapörgetem. 10 percnyi gyúrás elég ahhoz, hogy a tészta kellően rugalmassá váljon. Eközben inkább az alkar dolgozik. Ez elég nehéz 6 hónapos terhesen. Nyomni kell, és... Arra a nyomásra majd később lesz szükséged. Most pedig szép gömbölyű labdává formáljuk oly módon, hogy a kezünkkel mindig alányúlunk. Alátűrjük, megfordítjuk, alátűrjük. Így lesz szép gömbölyű. Felfordítjuk? Nem, a teteje legyen gömbölyű. Alul mindegy, hogy milyen. Sara, ez gyönyörű. A tésztát most pihentetjük. Ha bekenjük némi olajjal, a cipó nem fog a tálhoz ragadni, mi alatt kell. Van 5 csodás tésztalabdánk. A tálakat le kell fedni, nehogy a tészta megfázzon. Ezt csinálhatjuk konyharuhával, de a tészta a párás, meleg környezetet szereti igazán, ezért hoztam néhány zuhanysapkát. Nem hiszem el, te lopod a zuhanysapkát a szállodákból. Vagy szemetes zsákkal, az is bent tartja a meleget. 4 zuhanysapka és 1 szemetes zsák. Az élesztő hatására 1,5 óra alatt meleg helyen a tészta úgy a kétszeresére nő. A kész kenyér lyukacsos és rugalmas állagú lesz. Ez a tiéd. Köszönöm. Gyertek ide, itt mind elférünk. A tészta nem sokára sütésre kész. Mind csodálatosan megkelt. Először lágyan ki kell nyomni belőle a levegőt.
Ketté osztom. És mindkét darabot megint labdává formálom. A széleket behajtom középre, miközben forgatom. Ez is egyfajta gyúrás, ugyanakkor formázás is. Megfordítom, és megint gömbölyítem. Mehet is a lisztezett deszkára. Lucy, ezzel mi történt? Buborékokat fújtál bele? Az már jó, szép a formája. Tegyük oda. A megformázott cipónak nedves ruhával letakarva úgy 45 percre van szüksége ahhoz, hogy a kétszeresére dagadjon. Ez alatt Sarah éppen hazahozza a gyerekeket az iskolából. Lássuk, mennyire keltek meg. Ezek szépek. Pedig féltetek tőle. Itt alul érezni, milyen könnyű a tészta. A cipókat előmelegített sütőlemezre tesszük, azon kerülnek a sütőbe. Csak óvatosan, ne dobd. Néhány bevágást ejtünk mindegyiknek a tetején, ettől jobban megemelkednek sülés közben. Forró sütőbe toljuk őket, de nem csak Lucynél, hanem szemben Nikolánál is. 40 perc múlva kiderül, jól dolgoztunk-e. Ezt nézzétek, lányok! Őrületes! Csodálatra méltó! Gyönyörű a színe! Ha meglátnátok bármelyiket a pékség kirakatában, megvennétek? Fantasztikus, de meg tudjátok csinálni a jövő héten is! Megalakult a kenyérsütő társaság? Mindenképp! Benne vagytok a jövő héten is? Feltétlenül! Látjátok, csajok? Tudunk kenyeret sütni! Brilliáns kenyérmorzsa. A jó ételnek nem kell drágának lennie, és én a takarékosság híve vagyok. Ez persze nem a legolcsóbb gyári felvágottak vagy félkészételek megvételét jelenti, hanem azt, hogy hozzuk ki a legtöbbet a jó helyi alapanyagokból. Ez a szemlélet a kenyérre is vonatkozik. Ha valaki maga süti a kenyerét, vagy jó minőségűt vásárol, olyan értékes élelmiszerre tesz szert, amelyet vétek elpazarolni. Ha csak a héja marad meg, vagy egy serclie, az ember nem érzi úgy, hogy ennyit el kell tennie. Ám ha egy zacskóba félrerakja a szikkadt kenyeret a hűtőben, egy-két hónap alatt elég sok összegyűlik. Annyi, amennyivel már érdemes kezdeni valamit. A sokféle kenyérből olyan egységes anyagot akarok előállítani, amely sokféle étel hozzávalója lehet. Erre a legjobb mód az, ha kenyérmorzsát csinálok belőle. A kenyér legyen teljesen száraz, különben megpenészedik. Ezt elkerülendő, célszerű a darabokat alacsony hőmérsékletű sütőben 1-2 órát szárítani. Utána teljesen ki kell hűteni. Ne morzsolják szét azonnal, mert a sütőből kivéve még maradhat benne nedvesség. Amint kihűlt, aprítsák fel robotgépben. Olcsó, hosszan eltartható és meglepően sokoldalúan felhasználható morzsát kapnak. Szeretném bebizonyítani, mennyi mindenre jó a kenyérmorzsa. Ezért olyan menüt állítottam össze, amelynek minden fogásához ezt használom. Az első egy kenyérmorzsás pesto, amely sokkal olcsóbb, mint a hagyományos, friss bazsalikomlevélből és fenyőmagból készült olasz változat. Nálam a petrezselyem helyettesíti a bazsalikomot. Szerintem felveszi a versenyt a klasszikus pesztóval. Természetesen mindezt robotgépbe is tehetik, de én szeretem késsel felaprítani a zöld fűszereket. Így jobban ellenőrizhetem a levelek méretét. Nagyon finomra vágott fokhagyma és reszelt sajt kerül még bele. A hagyományos a parmezán lenne, de most helyi, kemény kecske sajtot választottam. A tálba teszem a kenyérmorzsát is. Borsozom, erőteljesen sózom, majd felöntöm olajjal. Ehhez erőteljes ízű kendermagolajat használok.
Ne sajnálják az olajat, mert az fogja össze a zöld fűszert, a sajtot és a kenyérmorzsát. Végül a pesztót néhány csepp citromlével ízesítem. Serpenyőben kislángon összemelegítjük, ízlés szerint kevés tejszínnel is felönthetjük. Összeforgatjuk a frissen kifőzött tésztával. Egyszerűen nagyszerű. A főfogás rántott hal. Akárki is találta ki a rántott dolgokat, zseni volt. A britek többsége úgy gondolja, hogy a panírozott élelmiszert neki gyártja a hűtőipar, pedig mi magunk is elkészíthetjük. A panírozás egyszerű és gyors munkafolyamat. Nem kell hozzá semmi más, csak fűszerezett liszt, felvert tojás és természetesen kenyérmorzsa vagy zsemlemorzsa. Mi az, amit ma bepanírozunk? Szerintem nem is lehet kétséges. Gyönyörű, fehér húsú halfilét. Tudom, túl sokat fecsegek, de ezt el kell mondanom ahhoz, hogy megértsék. A zsemlemorzsa nem ragad a halhoz. De a liszt igen. A morzsa nem ragad a liszthez, de a tojás ragad a liszthez. És a morzsa a tojáshoz. Tudnak követni? Minden halszeletet, jelen esetben vékony bajszú tőke halfiléjét belehempergetem a lisztbe úgy, hogy az tökéletesen befedje. A fölösleget lerázom, a felvert tojásban is megfürdetem, végül belenyomkodom a kenyérmorzsába. Így lesz jó ropogós a panír. Természetesen nem csak halat lehet kirántani, hanem csirke mellett, sertéskarajt, fasírt masszába göngyölt kemény tojást is. A rántott halfiléket nem túl sok napra forgó olajban, mindkét oldalon aranysárgára sütjük. Ellenállhatatlan. A harmadik fogás almás kenyér felfújt lesz. Ugyanis a kenyérmorzsát desszertként leginkább így tudom elképzelni. A következő recept hasonlít a vajas kenyérfelfújthoz. Ehhez 125 g kenyérmorzsára van szükség. A tejmártáshoz 250 ml tejet és 150 ml tejszínt csaknem forpontig hevítek. Közben egy tálban felverek két tojást és két tojás sárgáját. Ehhez 65 g cukrot adok. Folyamatos keverés mellett beleöntöm a forró tejszínes tejet. Ehhez a csodás teljes tojásos krémhez hozzáadom a kenyérmorzsa 3/4-ét. Mindezt nagyon jól összekeverem és félreteszem. Vajban megpárolok néhány cikkekre vágott almát, és megszórom barna cukorral, hogy kissé karamellizálódjon. Ez lesz a felfújt alapja. A morzsás tejmártást az alma rétegre öntöm. A ropogós kérekhez nagy darab vajat teszek abba a serpenyőbe, amelyikben az alma sült. Ebbe a felolvadt zsiradékba szórom a maradék kenyérmorzsát és 25 g cukrot. Közepesen forró sütőben másfél órán át sütöm. Ekkor már ropogós a kéreg a tetején, de a közepe még lágy marad. A látvány remek. Kiülve tortaként is lehet szeletelni. Akkor a legjobb, amikor még kicsit remegős, krémes a közepe. Íme a háromfogásos, testet lelket melengető, olcsó menü. Ennél méltóbb módon nem is tisztelekhetünk a kenyérmorzsa előtt. Coming up, some great ways to use your lovely loaf from Pam's gorgeous jam. And that's quite fantastic. To a sensational summer salad. That's great. And a pecan party favorite. How's that? Oh, wow. Lovely. Thank you. You ready for one of these, sir? Yeah, I sure am.
Kevés dolog tölti el nagyobb büszkeséggel a háziasszonyokat, mint az otthon sütött kenyér. És ha már vettük a fáradtságot és magunk sütöttük a kenyeret, botorság lenne valami olyasmit tenni rá, ami csak a második legjobb. Mit szólnának egy saját befőzésű lekvárhoz? Ehhez viszont még gyűjtögető barátom John Wright szerint is be kell tartanunk néhány alapvető szabályt. Magammal hoztam egy kis üveget, mert van vele gondom. Legutóbbi kísérletezésének eredményét egy pitypang lekvárt mutat Pamnek. Kicsit folyékony. A Gemme királynőjének. Folyós, de az íze jó. Tényleg jó, majdnem tökéletes. Eltekintve ettől a légytől. Jaj. Meglátom, mit tehetek. Ne szégyeníts meg. A pitypang vagy gyermekláncfű olyan gyakori növény, hogy még a városokban is megtalálható. Az ismerős sárga virágok késő tavasszal borítják be a mezőt, de nyáron és kora ősszel is megtalálható. Legalább 100 nagy fejet kell begyűjtenünk. Szerintem persze te többet tudsz a pitypangról, mint én. Nem annyit, mint sokan mások. Vannak botanikusok, akik csak a pitypanggal foglalkoznak. Ennek a növénynek 235 alfaja van. Ez mi lehet? Fogalmam sincs. Van még ott néhány. A gyermekláncfű virágja nem annyira testes, és nincs benne annyi pektin sem, hogy önmagában lekvárt lehetne főzni belőle. A konyhába visszatérve Pam elkészíti azt, amit ő gyümölcs alaplének hív. Ez egy egész citromból és más magas pektin tartalmú gyümölcs maradékból, almahéjból, túlérett körtéből, narancshéjból áll. Eközben John levagdossa a virágszirmokat. Hogy állsz? Félig megvan. Pam 50 g virágszirmot ad a gyümölcsökhöz, és annyi vízzel önti fel, amennyi ellepi. Kislángon egy órát főzi. Aztán átszűri egy dupla muszlinkendőn, vagy ritka szövésű ruhán. A levet visszaönti a fazékba 750 g cukorral együtt, és elkezdi forralni. Amikor a lekvár elkezd sűrűsödni, beleszórja a maradék virágszirmot, ettől friss színt kap a főzet. Végül egy kis tányéron a klasszikus lekvárteszt következik. Bíztató a dolog? Igen, eléggé sűrű. Felfordítom. Egy darabig nem is csöppen le. Még mindig elég meleg. Nem is olyan folyós, mint az enyém volt. A színe is gyönyörű. Borostyán. Még a hangja is jó, ahogy öntöm, nem? A folyadékot fertőtlenített üvegekbe töltik, majd a felszínre rázzák a légbuborékokat. Aztán hagyják kihűlni és megszilárdulni a lekvárt. Jól mutat. Van-e jobb annál, mint a frissen sütött kenyér vajjal és házi készítésű lekvárral? Igaz, az elkészítéshez idő kell, de mit számít ez és a fáradtság, ha a családunkért, barátainkért dolgozunk? A jutalom annál édesebb. Egészen fantasztikus. A virág illatot is ad a citrusféléknek meg az almának. Igazán meg vagyok vele elégedve. Mi ez? Zselé? Jam? A virágszirmak miatt inkább úgy néz ki, mint a narancslekvár. Az a kategória. Tehát inkább lekvár. Akkor nevezzük narancspitynek. Narancs is, pitypang is. Jaj, drágám. Tetszik a narancspity. És az íze is. Köszönöm, John. Tudom, hogy nem mindenkinek van elég helye és ideje megtermelni a saját élelmiszerét, de kenyeret egy bármekkora konyhában bárki süthet otthon. Kovászos kenyér. Amikor tanítani kezdtem Sara barátnőit, a hölgyeknek nem sok fogalmuk volt még a dologról. Lehetőleg beleszórd a lisztet, nem ellé. Ez mi? Viszont már az első alkalommal remek cipók kerültek ki a kezük alól. Sokkal könnyebb, mint gondoltam. Néha gyerekek is besegítenek és élvezik.
Ha én meg tudtam tanulni, akkor más is. Rendszeresen találkoztak, és a gyerekeiket is bevonták a mókába. Különböző fajta lisztekkel és kenyerekkel kísérleteztek. Így húzzátok ki. Szeretek focaccát sütni, mert könnyű és igazán finom. Sokkal jobb, mint a bolti. Jó hangulatban végzik a közös munkát. A kenyérsütő társaság ötlete remekül bevált. Van egy indok, amiért találkozhatunk. Közben cseverészünk és tanulunk is egymástól. Úgy tűnik, elérkezett az ideje, hogy magasabb szinten folytassák. Következik a kedvencem, a kovászos kenyér. Van ebben némi alkímia és titokzatosság. A kovász egy ősi élesztőkultúra, melynek lényege, hogy a levegőben körülöttünk élő vad élesztőgombákat elkapjuk és felhasználjuk a sütéshez. A kovászos kenyérhez először kovászt készítünk. Megmutatom, hogyan. Összekeverünk két evőkanál teljes őrlésű lisztet ugyanannyi fehér kenyérliszttel és meleg vízzel. Öntünk hozzá még annyi vizet, hogy a massza palacsinta tészta sűrűségű legyen. Utána jó erősen keverjük. A legjobb habverővel. Abban a reményben, hogy a konyha levegőjében valahol ott bújnak a láthatatlan élesztőgombák. Az az izgalmas ebben, hogy az eredmény mindig egyedi, személyre szabott. Mert minden kovász más. Soha nem lesz ugyanolyan. Még valamit elővarázsolok a cilinderemből, egy rebarbarát. A megfigyelések szerint ez a növény beindítja az erjedést. Beledugok egy kis darabot, aztán a tálat műanyag fóliával lefedem. Ettől kezdve nincs sok dolgunk, csak annyi, hogy meleg helyre tesszük. Amikor holnap visszajövök és megnézem, remélem, látom majd az aktivitás jeleit. Mondjuk buborékokat. Lássuk, mi történt. Találtam-e segéderőket a konyhában? Biztató jel, hogy a műanyag fólia szorosan tapad a tálhoz. És a teteje kissé megemelkedett. Nem sok benne a buborék, de nézzük közelebbről. Apró buborékok. Ezek az aktivitás szerény, de félreérthetetlen jelei. Illata is van. Számomra ez jó illat. Kissé élesztős, kissé az almaborra hasonlít. Ez az erjedés szaga. A kovász él. Ideje táplálni. Ehhez ki kell venni belőle a felét a rebarbarával együtt, amely teljesítette a feladatát. A keveréket liszttel és vízzel töltöm fel, műanyagfóliával lefedem és félreteszem. Az etetési folyamat egy héten át minden nap ismétlődik. Az eredmény egy könnyű kovász. Szarának és barátnőinek azonban nem kell ilyen sokáig várnia, mert ez alatt bújik meg az én régi kovászom. Útnak is indulok, hogy minél előbb megismerkedhessenek egymással a hölgyek és a kovász. Az olyan elfoglalt embereknek, mint ezek az anyukák, nem könnyű néhány órán át ki sem mozdulni a házból, amikor a kenyér dagasztására, keresztésére és sütésére kerül sor. Ám a kovászos kenyér esetében ezek a folyamatok 3 egyenként 10 perces lépésből állnak 24 óra alatt. Ez teljesíthető az anyukáknak is. Mai témánk a kovászos kenyér, másfajta, mint az élesztős, és egészen más az íze, a textúrája is. Ezt egy kicsit többet kell rágni. A kenyér tésztáját éjszakai keresztéses módszerrel állítjuk össze. Ehhez 300 g lisztet veszünk, és a kovászból 4-5 evőkanálnyit. Egy bögrényi, de ne nagyon hideg vízzel öntsük fel. Ez az előtészta. Ebből kell másnap reggel összeállítanotok a tésztát.
Ehhez újabb 300 g lisztet adunk az előtésztához, 10 g sóval együtt, majd az egészet összegyúrjuk. Mivel a kovász egész éjszaka dolgozott helyettünk, most reggel kevesebb gyúrásra, fizikai munkára van szükség. Öt perc múlva már formálható belőle a cipó. Jól néz ki. És mehet kelni. Ezt hoztam magammal. Miről is van szó? Este megcsináljátok az előtésztát. Reggel összegyúrjátok a tésztát. Egész nap kell. Este meg bedugjátok a sütőbe. A vacsora friss kenyér. Ennyire egyszerű. Ez kész. Mehet a sütőbe. 220 fokon 45 perc elég neki. Közben van időnk elkészíteni az uzsonnát, amelyhez hoztam némi maradék kovászos kenyeret. Ha marad szikkadt kenyér, nem árt, ha tudtok hozzá néhány jó receptet. Most egy fantasztikus olasz paradicsomos kenyérsalátát mutatok nektek. A neve Panzanella. Nem csak egyszerű és ízes ez az étel, de az elkészítése is jó móka. Érett leveses paradicsom kell hozzá. Nyomd ki teljesen az ujjaiddal. A saláta alapját a kenyér adja. Ekkora darabokra kell törni. A paradicsomot meg teljesen nyomjátok szét a markotokban. Ez az. Emma, leszednéd a koktélparadicsomot a száráról? Én a panzanellát a pizza egyik friss, saláta jellegű változatának gondolom. Ennek minden egyes falatja a nyári ízek kombinációja. A szétnyomott paradicsomot szűrőn átpaszírozzuk, így csak a gazdag paradicsomvelő marad. Nagy adag olívaolajjal, bőséges fűszerezéssel, kevés almaborecettel együtt pedig a saláta öntete lesz. Finom? Igen. Ezt most mind rálocsoljuk a kenyérre. Sarah, megkérlek, hogy forgasd össze jól az egészet. Már csak a többi színpompás ízes hozzávalót kell beletenni. Olajbogyót, uborkát, vékonyra szelt lilahagymát. A pici koktélparadicsom egészben megy bele. Friss bazsalikomot kérek. Szeretitek a kapribogyót? Ez itt egy mini változat. Nagyon jól feldobja a salátát. Még egy kevés koktélparadicsom és olajbogyó. Akinek van türelme, várjon 20 percet, míg az ízek összeérnek. Csodás a délután. Ez az étel tökéletes nyári uzsonnára a barátokkal a kertben. Gyere, ülj az ölembe. Almalevet? Kérek, köszönöm. Fehér bort? Köszönöm. Szedjetek. A kissé szikkadt kovászos kenyér összetartja a darabos hozzávalókat akkor is, amikor már beszívta a paradicsomos öntetet. Egészségünkre! Mit gondolsz, Sarah? Nagyon ízlik, igazán finom. Remek, hogy fel lehet használni hozzá a szikkadt kenyeret. Mi volt a legnehezebb munka? A paradicsom kisajtolása. Látszik is rajtad. A régi kenyér elfogyott, de már is itt az új. De jó ég, milyen jól néz ki. El is készült. Egyenesen a sütőből. Talán a legszebb kenyér, amelyet életemben láttam. A tökéletességnek ezt a fokát kell megcéloznotok. Nem gond. Bármilyen baráti közösségnek jó szívvel ajánlom a kenyérsütő társaság megalakítását. Az élet örömei közül az az egyik legnagyszerűbb, ha a barátainkat le tudjuk ültetni jó ételek és italok mellé. Sarah barátnői, a kenyérsütő boszorkák, már jó néhány hónapja hódolnak szenvedélyüknek. Festeni is tudok.
A kenyérsütő társaság jó ötlet volt. Sokat nevetgélünk közben, és közelebb is hozott bennünket egymáshoz. Ezért Lucy elhatározta, hogy vendégül látja barátnőit egy kerti partin. Tegyük le oda. Mivel minden parti a konyhában ér véget, Lucy úgy döntött, hogy létrehoz egy konyhát a kertben. Régi cimborám Steve segít neki felépíteni egy pizzasütőkemencét. Szólj, ha túl lassú vagyok. Egy ilyen építmény bármelyik kertben egy hétvége alatt elkészülhet. Nem baj, ha túl lóg, nagy tér kialakítására törekszünk. Steve zsalukövekből rakja ki az alapot, arra két sor tégla kerül. Ez lesz a kemence padlója. Amint ez elkészült, kezdődhet az igazi játék. Össze kell dolgozni 6 vödör nedves homokot fele annyi agyaggal. Erre a legjobb eszköz a lábunk. Lucy, nem jössz? Come here often. Yeah. Ezt ennyire jó csinálni. Hogy érted? Fantasztikus! Következhet a kemence megépítése. Először homokból kialakítunk egy kupolát, melyet vizes újságpapírral borítunk. Utána az agyag-homok keverékből lágy téglákat formálunk. Ezeket a kupola aljára tapasztjuk, majd elsimítjuk. Az utolsó darab. Ünnepélyes elhelyezés? Na, ne olyan erősen. Miután a munka dandárjával végeztek, megjelenik Lucy férje Phil. Műszaki szakértőre van szükség? Igen, kaphatunk 2 csésze teát. Szia. Szia, hogy vagy? Jól. Phil a téglaboltív megépítésében segít. Ez nem szükséges, de jó, ha van, mert eltereli a füstöt, és mutatós. Ajtó viszont mindenképp kell, és az sem árt, ha befér rajta egy pizza. Remek. Kicsi. Utána óvatosan el kell távolítani a homokot belülről a vizes újságpapírral együtt. Végül kívülre egy faforgásból és nedves agyagból álló keveréket tapasztanak. Ez véd az időjárás viszontagságai ellen. Olyan, mintha megtapsolnánk saját magunkat, nem? Elkészült. Nagyszerű. A tűz segít belülről is kiszárítani a kemencét. Egész éjszakán át ég, így már másnap lehet benne sütni. Begyújtották a pizzasütő kemencét. A barátok meg készülődnek Lucy partijára. A kenyérsütő társaság anyukái pizzatésztát gyúrtak, a legkisebbek aktív közreműködésével. A házi sütésű pizza tökéletes étel kerti partikra, ugyanis a különböző feltétekkel minden igénynek megfelel. Az enyémen 3 paprika legyen. Ennyire szereted a paprikát? Mielőtt megsütnék a pizzákat, sima tésztán próbálják ki a kemencét. Olyan, mint az arab lapos kenyér. Hoppá, beleér a tűzbe. Jó lesz, visszateszem. Sarah ügyesnek bizonyul. Ezt nézd. Tökéletes. Elvesztettem a paradicsomot. Csönget, ha elkészült. Itt jön a következő. Oli, jól csináltad, minden rendben, fiúk. Adok Phil-nek a házigazdának. Remekül néz ki. Finom, nagyon köszönöm. Mit szóltok hozzá? Ez ízlik. Hihetetlen. A pizza nagyon jól fogy. A kerti kemencében persze mást is meg lehet sütni, és a füstös íz minden ételt feldob. Én kedvenc nyári parti ételemet fogom elkészíteni benne.
Ez nem más, mint egy szendvics frissen sült hallal. Makrélafilé, friss keszekfilé, mindegyik szálkamentes. Jóféle kenyér kell hozzá, azt a lányoktól kapok. Meg zöld fűszeres majonéz. Ehhez felaprítok és jó minőségű majonézbe keverek egy nagy csokor petrezselymet. A legjobb persze a házi majonéz. Kapribogyót is adok hozzá, és elég sok citromlevet. Ez az igazi halbarát majonéz, legalábbis remélem. A halnak semmi másra nincs szüksége, mint sóra és borsra. Viszlát, halacskák, egy perc múlva. A fatüzéléses kevencében a hal néhány perc alatt megsül, ez alatt felszeletelem a kenyeret. A szendvicsbe a zöld fűszeres majonézen kívül néhány ropogós salátalevél és hagymás paradicsom szalsza is kerül. Megsült a hal. Lucy, készítek egy szendvicset a te kenyeredből, jó? Paradicsom szalsza jön alulra. Arra fektetem a halat. Egy kevés zöld fűszeres majonéz, és még egy szelet kenyér. Ha kész, tegyél bele salátalevelet is. Zoe, majonézt kenek alulra. Megfelel? Jó lesz, köszönöm. Sarah, adhatom a következőt? Persze. A harudacskák felnőtt változata szendvics formában. Én az így elkészített halat szeretem. Nagyon finom. Azt mondják, a kenyér az élet, és kétség kívül táplálja az emberiséget. Ez finom, nagyon is. Semmi más, csak liszt, víz, élesztő és só. De ez a négy egyszerű hozzávaló a kezünk között megformálva annyi örömöt tud okozni a szeretteinknek. Tegyenek egyszerű, de ízletes ételeket a család asztalára minden nap. A következő adásban az élvezetekről lesz szó. Megmutatom, hogyan készíthetnek édes és sós finomságokat, melyek mindenkinek a tetszését elnyerik, kortól függetlenül. A magyar változat munkatársai. Közreműködött Hol Nándor, magyar szöveg Piros Kriszta, szerkesztő Pogány Éva, hangmérnök Kis István, gyártásvezető Masol Ildikó, szinkronrendező Vági Tibor. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Digital készítette.